Ahoj nézők! Talán emlékeztek még, hogy a 6. évad összefoglaló videójában tettem egy elég felelőtlen kijelentést. Amit még elárulhatok, az az, hogy a Gulmanokat leszámítva 2017-es év elég jelentősen a cseh játékipar körül fog forogni nálam, ugyanis 4 olyan cseh játék van a tarsajomban, amit látnotok kell. Na igen, ebből semmi nem lett végül, de ami késik, az nem múlik és sosem érkezik időben. Lényeg a lényeg, végre itt van, megérkezett, a tarsajban lévő cseh játékok egyike kerül ezúttal bemutatásra. A játék a Horkel Leto játék trilógia harmadik darabja, illetve egyfajta modernebb spin-offja. De mi a tököm az a Horkel Leto? Ez csehül annyit tesz, hogy forró nyár, és ez bizony egy 1998-as cseh fejlesztésű point and click kalandjáték, amelyben egy Honza Meyer nevű figurát alakítunk. Körülbelül a Nevsky Tidbit és elődje a Nuclear Tidbithez hasonló abszurditást képzeljetek el. A játék cseh körökben legendának számít. Az egy évvel későbbi 1999-es Horkel Leto 2 Meyer se vraci, azaz Meyer visszatér című folytatást már a Kentauri Production készítette, az a csapat, akiknek a Rockpod Ratakut is köszönhetjük. A sorozat utolsó kalandjáték része egyben jelen bemutató alanya 2006-ban jelent meg, szintén a Kentauri fejlesztésében, eredeti cseh címén Jave Leto 3,5, azaz ugyanúgy forró nyár 3,5, ihletet merítettek a csupaszpisztoly folytatásokból. Angol munkacíme Raiders of the Lost Casino volt, de végül Evil Days of Luckless John, azaz Szerencsétlen Jani gonosz napjai néven jelent meg. Habár ez elmenne egy VR videó címének is, nézzük meg a játékot. Indításkor a Rockpod Ratakuból ismerős launcher fogadott, a főmenü pedig igen ötletes és már megadja a játék alaphangulatát. Itt van tehát főhősünk Johnny Meyer, angolosan Major, aki nem más, mint az első két Horkel Leto játék főszereplőjének nagyapja. Házaló árusként dolgozik, míg egyszer nagybátyja Leopold Major haláláról értesül, és arról is, hogy megörökölte a nagybácsi kaszinóját. Innentől úgy néz ki, hogy egyenesbe kerül az élete, viszont a helyi maffia Don Macaroni vezetésével elfoglalja a kaszinót, hősünket pedig börtönbe jutatja a korrupt rendőrfőnök segítségével. A legelső jelenetben a börtönben találjuk magunkat, ahol szembesülhetünk a ténnyel, hogy ez bizony elődjéhez hasonlóan egy kalandjáték. Az irányítás egészen szokható és felhasználóbarát a felület is, a tabla nyomásával például a környéken lévő használható dolgokat tekinthetjük meg. A játék megoldásairól a felhasználóbarátság már nem igazán mondható el, elég bonyolult és körbenfont dolgok lesznek itt. Például hogy jutunk ki a cellából. A szomszédban haverunk Kerry van, mint kiderül, nos, a megoldás itt az, hogy addig kell dörömbölnünk az ajtón, míg a rendőr meg nem elégeli ezt, és kérdésünkre válaszként bedobja a börtönszabályzatot a cellába. Itt olvashatjuk többek között, hogy a rabokat normális étellel kell ellátni, ez a vacsora meg is történik, amit felspécizhetünk az ágyunkon tenyésző csótányokkal, minek eredményeképp a szomszéd cellába büntetésként bezárják a szakácsot is, akinek egyébként van kulcsa az ajtókhoz, úgyhogy ő szépen távozik is onnan. Kerry cellájába pedig úgy jutunk át, hogy a kollega szépen befejeli az elválasztó falat. Hú, ez eddig magától értetődő volt, nem? Persze, hogy nem, de ez még csak a legelső feladat volt. Visszaemlékezés által derül ki, hogy hogyan is kerültünk börtönbe, a maffia megrohamozza a kaszinót, nekünk pedig el kell menekülni, azonban az iroda ajtaja be van zárva, a könyvelünk pedig elég komoly memória gondokkal küzd. It's simple. You know how sometimes I forget stuff, so that's why, you know, well, what was it you asked? A kulcs a széfben van, a kombináció pedig az úriember születési dátuma. Ezeket az irodában talált felszínken és egyéb papírokon találjuk meg. A játék körülményességére ismét egy jó példa, az egyik ilyen fecni a kukában van, de főhősünk nem hajlandó kézzel benyúlni érte, még akkor sem, ha épp a maffia készül rárugni az ajtót. Nem, előbb meg kell találni egy vonalzót, és azzal már lehet. Megadjuk itt a kombinációt, majd egy aranyrúddal kidobjuk az ablakot, végül a maffia segítségével szabaddá válik az út kifelé, itt viszont menekülni kell az életünkért, hátsó udvarról hátsó udvarra haladva, van hol dobozokat kell tologatni, hogy tovább jussunk, vagy itt épp felszedhető kövekkel kell ledobni a deszkát. Nem akarom túl részletekbe menően elmagyarázni, hogy hogyan kell minden feladványt megoldani, inkább csak az érdekesebbeket vagy az idiótábbakat fogom kiemelni. Tehát végül egy vonattal majdnem elmenekülünk, ám de... Na és így kerültünk börtönbe, ugyanis Barnaby Sheriff is Don Macaroni kezében van. A börtönben egy kis lopakodós játékot kell teljesítsünk, adott helyeken használhatunk úgymond búvó helyeket, például a korláton csimpaszkodva, abszolút észrevihetetlen. Érdekes módon itt lévő kanálisokat, vagy éppen bőrleszbe illően bugyuta módon rejtőzhetünk el.
Talán nem egyértelmű mindenkinek, hogy itt a rendőrfőnök medvéjét kell elkobozni, majd azt villamosszékbe ültetve és csaliként használva az éppen sokkolva lévő fickótól elvehetjük a kulcsokat. Na de nem ám csak úgy, Carrie cellájában volt egy asztalláb, csak azzal tehetjük ezt meg, tehát vissza a cellába. Szerencsére ilyenkor elég, ha simán csak hagyjuk, hogy észrevegyenek az őrök, ilyenkor visszakerülünk és minden tárgy nálunk marad valamiért. A kulccsal immár nyitható lesz a cella melletti WC, ahol fősünk nem mer leugrani a sötét mélységbe, úgyhogy egy ecset és egy hígítóval teli WC segítségével fákját kell csinálnunk, amit meg is kéne gyújtani. Hol? Igen, kitaláltátok, a még mindig égő sheriffnél, tehát ismét vissza le, majd vissza fel. Ez a játék másik kellemetlen húzása az az oda-vissza rohangálás, de majd még erre is láthatok példákat. A csatornába lejutva nagy darab patkányok kergetnek majd minket, akiket ugyan ki lehet ütni pár másodpercig, de igazából elrohanni mellettük a legegyszerűbb. Egy terembe jutunk, ahol három medence és egy ilyen gépezet található. Itt a két oldalsó medencét le kell ereszteni külön-külön, hogy felvessünk egy fogaskereket és egy rudat egy ajtó kinyitásához, majd a középső medencét kell feltölteni. Ezeknél a puzzle-öknél én egyetlen módszer szoktam alkalmazni, vadul kattingatok, amíg össze nem jön valami, általában beválik. A végén raklapokon és aligátorokon keresztül ugrálva kijuthatunk innen. Mégpedig a város külterületén lévő gyárba, ahol először dobozokat kell tologatni, majd jön a játék legbalfaszabb feladványa. A telefont kéne működésre bírni, ez először a szekrény lakatját kell lerobbantani gyufa, zsinór és egy lejárt puff-puff papkonzerv segítségével. Oké, ez mondjuk elég mókás. A szekrényben van egy szerkezet, ami zavarja a telefonvonalat, ezt az interferenciát kellene eltüntetnünk. Az rendben van, hogy elmagyarázzák, hogy melyik sáv mire való, de aki ezt csak ezek alapján eltalálja, azt nagyon szívesen megtapsolom, még éjjenezni is fogok. Én már is szimultán YouTube végijátszásokat néztem, és végül nagy nehezen meg is lett, de mielőtt ilyen megoldásra szántam magamat, próbáltam magamtól megoldani, és férfiasan bevallom, hogy 15 perc után sem sikerült rájönnöm erre. A lényeg, ha ez megvan, akkor telefonálunk az egyik havernak, Szendának, aki el is jön értünk, de hát persze kellene valami polgári öltözék, meg nem ártana megborotválkozni sem. Ez utóbbit mondjuk nem értem, miért forszírozza a kollega, de se baj. Amilyen bugyutának tűnik ez a feladat, természetesen ugyanolyan körülményes a megoldása is. Nos, Szendától kapunk egy pajszert, ezzel ki lehet nyitni a középső öltöző szekrényt, ahol találunk is egy elég ízléstelen öltönyt. Nos, megborotválkozni egy pengével lehet. Miután bejártam a gyár külső és belső területeit háromszor, szembesülnöm kellett a játék újabb kiborító szokásával, ugyanis hol van a penge? Pontosan, ugyanabban a szekrényben, ahol az öltöny volt. Elég rendszeresen kell adott helyeket többször csekkolni, vagy emberekkel többször beszélni, ahhoz, hogy tovább juthassunk, de utálom az ilyet, miért nem lehet egy lendülettel akkor már a zakóval együtt a pengét is kivenni. Na de a penge is rozsdás. Megoldás? A kint talált edénybe az öreg autó hűtővizét kiengedni, tüzet rakni alá, majd benne fertőtleníteni a pengét. Ezek után azt hittem falnak megyek, mikor hősünk közli az amúgy logikus tényt, hogy borotvahab is kéne, hát anyád, de már reflexből sikerült megtalálnom. Kitaláljátok, hogy hol volt? Így bizony, ugyanabban a szekrényben, ha az öltöny és a penge. Háromszor kell használni ugyanazt a tárgyat. Gratulálok. Végül nagy nehezen mehetünk a városba, és hoho, egészen konkrétan nekünk kell oda vezetni. Na igen, a rockpodvratagú készítőitől el is vártam az autós részeket. Az irányítás kegyetlen rossz, de legalább hamar véget is ér ez a rész. A városba érve hamis személyt és hasonló papírokat kellene szereznünk, szerencsére a bárban van Rogue, aki pont ilyenekkel foglalkozik, és segítene is csak, hogy tegnap rendőrparát kapott és a kinti kukába dobta minden cuccát. Végre egy egyszerű feladat. Vagyis csak az lenne, ugyanis fősünk majd megdöglik a kuka bűzétől. Tehát a megoldás baromi egyszerű. Beszélni kell mindenkivel a környéken, én még a kaszinónál lévő emberkét is megtaláltam, aki egyébként bombákat gyárt, majd konstatáljuk, hogy kurvára nem jutottunk közelebb a célunkhoz. Tehát teljesen logikus módon beszélnünk kell a szakáccsal másodjára is, aki elmondja, hogy a zongorás fickó azért nem segít nekünk, mert nincs szakállunk. A hűtőben véletlenül van egy szakállas hulla, kell egy olló. Honnan szerzünk ollót? Logikus, a csapostól. Immár álszakállal szóba áll velünk a zongorista hippi, aki elmondja a tippet, a szakásról el kell kérni a WC-sprét, amivel a romlott húst illatosítja, és ezzel tudjuk elviselhetővé tenni a kukát, így módon megszerezzük Rogue cuccait, és ezek után még 500 dolcsit kér a papírokért, hát meg az anyád picsáját, szórakozol velem. Guess you must have to shave pretty often, huh? I reckon you there for 5 minutes and you're as hairy as an ape man. Well, that blows my mind. It's the first time I've seen anything like it. Introducing pedophile beards.
Szóval lóvét kell szereznünk. Senda mindenféle versenyeket ajánl számunkra, először egy régi csühössel kell két próbakört fussunk, ez volt a kedvenc járművem mindközül egyébként. Majd a már megtapasztalt kék autóval kell egy distraction futamot teljesíteni, ahol nyugodtan lehet rombolni a környezetet, és néha az agysejtjeinket. Majd végül jön a főfogás, a helyi traktorverseny, ami úgy működik, hogy bármennyiszer próbálkozhat bármelyik versenyző javítson az idején. Itt 5 kört kell futni, és ha rájövünk, hogy két checkpoint között szinte pofátlan módon levághatjuk az egész utat, akkor nem is nehéz megdönteni a rekordot. Igen, ám csak, hogy van egy Umberto Monza nevű olasz forma, aki Don Macaroni versenyzője, aki mindig előttünk fog járni pár másodperccel. Ne legyetek olyan hülyék, mint én a legelső végijátszáskor, és ne próbáljátok meg újra és újra megdönteni a rekordot, mert az olasz fickó újra és újra meg fogja dönteni a tiédet. Hogy legelőször hány futamot toltam így végig, azt remélve, hogy ez most már biztosan nem lehet túlszárnyalni, nos, ezt nem merem bevallani nektek. Mivel továbbra is kell lóvé, a közeli farmra küldenek minket, hogy viszkit szállítsunk oda, de először azt le is kéne főzni, amit pár kábel és egy könnyű puzzle megoldásával meg is tehetünk. Szóval szállítjuk a piát, erre megmondom őszintén nem számítottam most. Enyhe flashbackjeim vannak, és nem feltétlenül a legjobb fajtából. Szóval a farmon a bocikat kell megvédeni a farkasoktól immáron FPS nézetben, ez eddig a harmadik műfaj, amit érintettünk a kalandjáték és az autóverseny mellett. Wow! Nos, ez a Morhunt idéző rész meglehetősen könnyű, főleg ha megtaláljuk a lőszer utánpótlást és rájövünk, hogy oldalazni nem lehet, úgyhogy a VHD-ből az A-t és a D-t felejtsük el, mert az csak a célzásunkat fogja elcseszni. Ha visszaértünk, beszélnünk kell egy szemű kiddel, hogy megkapjuk a lóvét és immáron kifizethetjük ezt a szexuális ragadozót. Rapist glasses. They make the everyday man look like a sexual predator. Továbbá meglátogathatjuk a család jó barátját, Chumichikut, aki egy indián sámán és nem mellesleg full alkoholista. Kedvelt szokás, hogy az esetek 90%-ában csak a Hot Summer kifejezést ismételgeti, ez ugyebár egy easter egg a játék chat címére referálva. Chuminál elpattan egy bláz és a túlvilágon találjuk magunkat, ahol célunk, hogy beszéljünk a megboldogult nagybácsival. Itt konkrétan egy rövidke kiállításon kell keresztül haladnunk, de mivel nincs nálunk helyi valuta, marha nagy mázlink van, hogy a kukában találunk egy jegyet. A helyi kormányablaknál a túlvilági bürokrácia karmai közé kerülünk, a végén már a halott meglátogatását kérvényező kérvény kérvényének a kérvényezésének formanyomtatványát kellene beadogatni a különböző kis bódékba, de itt nem csak mi, hanem a főhősünk is besokkal. Mondván, kell, hogy legyen egy gyorsabb megoldás is. Nos igen, mint a való életben a túlvilágon is a pénz mindent megold. De honnan szerzünk túlvilági valutát? Nos, adok egy kis időt, találjátok ki! Megvan? Hát persze, az egész legelején a kukában, ahol a jegyet találtuk. Azt másodjára használva egy szó szerint zsáklóvét találunk. A nagybácsi végül elmondja, hogy szükségünk lesz egy térképre és egy maszkra. A térkép nem annyira gáz, de a maszkot indián barátunk elkártyázta a helyi pappal, és most az a templomban van. A városba visszavezető úton Call of Duty-t idéző járműves lövöldözős rész vár minket. Mármint nem Call of Duty-s, csak amolyan itteni fajta. A kocsmában pedig Don Macaroni elkap minket, és az egyik kaszinós krupiéval együtt találjuk magunkat egy csatornában. Memória játék még nem volt, úgyhogy a kötelékünkből való kiszabadulás az egy ilyen dukál, ugyebár? A fehér néppel együtt el kell meneküljünk innen, mégpedig egy kacatokból épített hajóval, ami... Szóval ezt irányítani, hát nem éppen kellemes. Boy, that escalated quickly. Visszatérve a farmon lövöldözhetünk mafiókat a már látott FPS nézetből, meglepő módon működik a fejlövés. Na, ezt nem gondoltam volna.
Majd, mivel annyira poén volt ezt a roncsot irányítani, itt újra ebben a kegyben részesülhetünk a térkép után kutatva, sőt ráadásul oda-vissza meg kell tenni ugyanezt az izgalmas utat, Istennek legyen hála. Thank you, Jesus! De ha már témánál vagyunk, a templomba való bejutásnál természetesen ismét kétszer kell a kaput használni, hogy előrébb jussunk. Na és ez a zene, ez nagyon ismerős számomra, de nem jöttem rá sajnos, hogy minek az orgona coverje ez. Aki ismeri, írja le kommentben. Ahogy magamat ismerem, biztos valami Iron Maiden dal, amit amúgy hallottam már. Nos, a helyi pap halálra imádkozta magát, nem vicc, úgyhogy ezzel a klasszikus értelemben vett puzzle-lel hozzájuthatunk a maszk jelenlegi lokációjának kulcsához, ugyanis az a múzeumnak lett adományozva. Ami itt a múzeumban fogadott, ahhoz le kellett üljek, még akkor is, ha már eleve ültem. Nos, ez a kamuflázsos szoknyás, Kill Bill-es és neónak öltözött öreg asszony a helyi biztonsági szolgálat, akik végeredményben ismernek minket és megengedik, hogy elvigyük a maszkot, egy egyébként tök korrekt kis puzzle megoldása után. A maszk és a térkép segítségével kiderül, hogy a helyi temetőbe kell menjünk, de van egy kis gond ugyanis, indián kollégánk nemrég a törzsfőnökkel akart pókerezni, de mivel kevesen voltak hozzá, néhány feles tüzes víz után úgy gondolták, hogy pár halottat feltámasztanak, hogy legyen kivel játszaniuk. Na ez egész mókás. Ehhez a részhez megint autóznunk kell, amit nem igazán értek, ugyanis innentől már a városból a térkép segítségével egy kattintással eljuthatunk a többi helyszínhez, na mindegy. És mivel Real Shooter még nem volt, most már ilyen is van, tiszta The House of the Dead, nem? Ne kérdezzétek, miért pisztolytöltényeket tároz be egy shotgunba egyébként, de meg kell, hogy említsem, hogy ez volt az egyetlen rész a játékban, aminél bekapcsoltam az optionsből elérhető könnyebb nehézségi fokot, ugyanis a rész végén mindig elpicsáztak ezek a zombik, egyszerűen annyian jöttek, és még az újratöltés bizarr mi voltát kihasználva sem sikerült megcsinálnom. A könnyebb nehézségi fok az ilyen részeknél azt jelenti, hogy lényegesen kevesebbet sebeznek az ellenfelek, a versenyes részeknél pedig elvileg nem annyira szűkös az időkeretünk, én legalábbis így vettem észre, ott egyszer maradt véletlenül bekapcsolva. A temetőből egyenesen eljutunk ebbe a bizarr világba, ahol egy bizarr lénnyel találkozunk, majd kis közjáték után egy zöld golyóra erősítve találjuk magunkat, ahol ezen a platform pályán kell áthaladnunk. Az egérirányítás meglepően jól működik és kellemesen kihívó ez a rész, nagyon tetszett, a zenével és a mozgó háttérrel együtt igazi LSD élményben lesz részünk. A pálya végén találkozunk egy jövőbeli robottal, akitől tippeket kapunk a továbbhaladáshoz, és ez a robot a játék legkirályabb figurája. Krónikus unalomban szenved, ami elég egyértelmű utalás a galaxis úti kalózos Marvinra, de egyszerűen imádtam ennek a robotnak a hangját. Zseniálisan jó. My name's Johnny. Johnny Major. I wouldn't be too proud about that. It's true that Leopold saved me from ferocious anarchists in Paris during the riots of... I think that was in 2356. A valóságba visszatérve megint oda-vissza kell rohangálni az emberek között, majd végül jön a traktoros finálé, ezúttal viszont a korábban robbantásra használt puff-puff babból készült üzemanyaggal, amit először is el kell hoznunk a farmról. Igen. Nos, immár traktorunk az új üzemanyagnak köszönhetően villámgyors, de konkrétan már az irányíthatatlanság határát súrolva. Az egyetlen pozitív dolog viszont az, hogy immár használhatjuk a célvonal előtti rövidítést a rámpáknál, így már nem lesz nehéz megdönteni az olasz versenyző rekordját.
A verseny végén Don Macaroni elrabolja a nőnket, a titkos bázisuknál pedig egy látszólag is áthatolhatatlan kapu állja utunkat. Itt is gondolkozhat mindenki nyugodtan órákat, vagy emlékezhet a játék első harmadában viszonylag elrejtve megtalálható bombagyáros fickóra, és itt nem Tomcatre gondolok, aki készít egy bombát számunkra, aminek a hozzávalói egy vascső, szappan, lótrágya, birkatrágya és hígító. A vascső a gyárnál van, a hígító csuminál, a trágya a farmon, a szappan pedig a templom melletti bokorban, ha előtte beszélünk a csapossal. Így már bejutottunk a bázisra, itt egy rövid FPS rész után egy borzalmasan irritáló trial and error módszerrel megoldható csövekbeugrálós puzzle következik, amit a pokolba kívántam, és még ilyen sem volt 2D-s platformer, a régi örökzöld Apes Odyssey vagy Exodus stílusában kell a fűrészlapok, lángok és hasonlók között rohangálni. Míg nem Don Macaroni és emberei bányakocsikon menekülnek, itt vigyázni kell a fejünkre és lelőni a két gazfickót, majd a végén Don Macaroni cirka 5 másodperc alatt ki lehet készíteni a váltóra rálőve. Jump! Az egész játék katarzisaként jönnek a barátaink megmenteni minket, de az utolsó pillanatban a semmiből előtűnő vérmes nagymama rúgja be a Dont a végzetébe. Hát, meglepőnek meglepő, de nem kifejezetten töltött el elégedettséggel. Az egész dolog vége happy end, de olyan szinten happy end a negyedik hatványon, hogy a Don halott, a bányában aranyra, gyémántokra, a felszínen pedig olajra bukkannak hőseink, amiből életük végéig megengedhetik maguknak a San Daniel sonkát a hegyvidék plázában. Nos, ennyi volt a játék, egy elég nagy műfai katyfasz az egész, amit láthattátok, de legalább kellőképpen rövid is. A játék során rejtettebb helyeken találunk ilyen bónusz dobozokat, varázslatos hangeffekttel kísérve. Ezeket begyűjtve a menüből elérhető extra pont alatt kapunk új vagy újrajátszható régi versenyeket, lövöldözős részeket, platformer pályákat, hasonlókat. Aki nagyon elszánt vagy akinek nagyon tetszett egy adott rész, az itt újrajátszhatja, de sajnos ezen kívül nincs semmi más, ami újrajátszásra készíteni a játékost. A játék alatt ugyanaz a Seapel motor dolgozik, amit már a Rockport Bratakóban is láthattatok. Itt a rajzfilmes, mókásabb környezet miatt jóval szebbnek tűnik, mint ott, bár tény, hogy itt nem a realitás volt a cél. A karakterek, környezetek, járművek nagyon el lettek találva, a fényhatások meglepően jók. Az olykor bugyutó animációk teljesen jól beleillenek a környezetbe. A főmenő és a felhasználói felület is egyszerű, de nagyszerű. A helyszínek közötti vezetős részeknél a táj mondjuk elég sivár, de végeredményben sivatagból beszélünk. Ezen kívül az egyetlen bizarr dolog az a karakterek árnyékolása, illetve egyes árnyékok hajlamosak bebagolni és poppolni, de ezen kívül tényleg nagyon rendben van a grafika, önmagához képest persze. Ennyi műfaj összeboronálásánál nem könnyű feladat konzisztens irányítást megvalósítani, de a játéknak nagyjából sikerült. A fő kalandjáték rész irányítása nagyon könnyen megszokható, az egyetlen néha idegesítő rész az ugrálás volt, de szerencsére ezt nem kellett túl sokszor használni. Kivétel ez alól a 2D platformos rész, de ekkora már igazából megszoktam az egészet. A lövöldözős FPS részeknél már rezeg a léc, ugyanis a reflexből VHD-t használók meglepődnek majd, hogy csak előre és hátra lehet menni, oldalazni nem. Az autós részek irányításának mentségére legyen mondva, hogy mindegyik jármű irányítása más és más, de sajnos nem túl kellemes terelgetni egyiket sem, főleg nem azt a nyavajás, úgymond hajót, azt soha többet, ha nem muszáj. Ellenben a csak egérrel irányított pszichedelikus platformer rész meglepően jó, a kihívás nem az irányítás módjában, hanem a pályában van. Vannak hibák tehát az irányításban, de végső soron tolerálható az egész. A játék zenéjét imádtam, mókás szalonzene a szituációhoz illeszkedően valóban nagyon korrekt. A játék hangjai annyira nem kiemelkedőek, viszont a szinkron szerintem kiváló. Ugyan Giancy vagy Armed and Dangerous-i magasságokban nem emelkedik, de abszolút szórakoztató és tökéletesen illeszkedik az abszurd karakterekhez. A tipikus redneck akcentus mellett zseniális a hebegő-habogó indián, vagy a keresztapásan beszélő Don Macaroni. A fősünk hagyát kölcsönző úriember néha rémisztően hitelesen szólal meg, bár tény, hogy néha a szituációhoz képest kicsit túl van játszva a dolog. Az alapvetően kalandjátékként induló Evil Days of Luckless John zavarba ejtően sokszor vált műfajt, ami papíron kiváló a változatosságot tekintve. Azonban akármennyire is kellemetlen a legtöbb autós rész irányítása, bármennyire egyszerűek és fapadosak az FPS részek, az az igazság, hogy ezek a részek a legkönnyebben emészhetőek. Ugyanis a fő kalandjátékos vonal, nos, hát az nem egy túl pozitív élmény.
Nem arról van szó, hogy a teljesítendő feladatok unalmasak lennének, inkább csak a megvalósításuk botrányos. A legelső probléma az az, hogy a legtöbb feladat borzalmasan körülményes. Már maga a börtönből való kiutáshoz, egy sima borotválkozáshoz vagy egy WC-spray megszerzéséhez egyfajta odüsszeiát kell teljesítsünk. Sokszor kell oda-vissza rohangálnunk helyszínek között, ráadásul úgy, hogy egy átlagember talán sosem jönne rá paraszti logikával a megoldásra. A másik pedig az, hogy rendszeresen többször kell beszélnünk ugyanazzal a karakterrel, vagy használnunk ugyanazt a tereptárgyat. Ez szerintem felér azzal, amikor egy FPS-ben titkos hely mögé rejtik a továbbjutás kulcsát. Adott helyzetekben működik ez a dolog, például ha egy karakter győzködni kell és többször kell beszélni vele egymás után, de erre általában szoktunk kapni utalásokat a szövegből. Úgy, hogy az adott helyszínen 10-ből 9 karakter ugyanazt mondja minden egyes alkalommal, a logika szerint totál felesleges lenne újra és újra megpróbálni ugyanazokat a karaktereket. De nem, itt legalábbis nem. Ugyanígy hatalmas kibaszás a tereptárgyak ismételt használata, hogy például 3-szor kellett ugyanazt az öltözőszekrényt átkutatni. Miért nem lehetett elsőre kivenni belőle az összes szükséges cuccot, vagy legalább jelezni a játékosnak, hogy ott még van valami, ami később kelleni fog? Amiket most elmondtam, sajnos nagyon is rendszeresen előfordul a dolgok, és mint olyanok, nagyon megnehezítik az egyszeri kalandjátékos dolgát. A játék kiemelkedő részei számomra az LSD trippes platformer rész és a múzeumos verekedős rész volt, az összes többi poénfaktorát sokszor elnyomta ez a túlbonyolítás vagy éppen az irányításbeli hiányosságok. A könnyebb nehézségi fok bekapcsolása mindentől függetlenül jó ötlet, a zombis résznél kifejezetten örültem neki. Ha esetleg valakinek mégis nagyon megtetszett egyik-másik rész, az a gyűjthető extrák miatt talán újra játssza majd még egyszer, de ettől függetlenül ez egy egyszer használatos játék marad. Na számoljunk csak. Kalandjáték, platformer, FPS, rail shooter, autóverseny és verekedős játék. 6 műfaj. Ezt próbálták ebbe a játékba belezsúfolni. Nyilván nem véletlen, hogy a legtöbb fejlesztő általában nem szokott 2-3 műfajnál többet belesűríteni a játékokba, ugyanis innentől a mennyiség a minőség rovására megy. Sajnos ez a helyzet áll fenn az Evil Days of Luckless John esetében is, a külsőségeket és a történetet tekintve egy aranyosan abszurd mókás játék, viszont ez a rengeteg műfaj megártott a konzisztenciának, főleg úgy, hogy a legtöbb hiba a fő kalandjátékos résszel van, és sajnos egy egyszer használatos és igencsak közepes katyvasz lett az egészből. Viszont ne temessétek még a sorozatot, ugyanis egy dolgot direkt kihagytam a videó elejéről, de ezt majd a következő bemutatóval megtudjátok. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, ahoj!